Párban indulnak el a kerékpáros járőrök a közterület felügyelet Frakno utcai bázisa elől, hetente legalább háromszor, hogy ellenőrizzék, hogy minden rendben megy a kerület frekventált környékein. A jelenleg négy fő springás járőr szolgálatot azért indította el a felügyelet, mert két keréken gyakran hatékonyabban tudnak intézkedni, mint gyalog vagy autóval. A gyalogos járőr ugye az lassú. A kerékpáros az ehhez képest gyorsabb. A gépkocsizó járőr az, az gyors, viszont el tud uh, mindenféle ilyen és olyan problémák mellett haladni, nem is veszik észre, amit mi kerékpárosok tökéletesen láthatunk. Így amikor mi, mi egy elég nagy területet be tudunk járni, akkor tökéletesen látjuk a szabálysértéseket, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy egy gépkocsi járőr esetében probléma mondjuk egy autót leállítani. Tehát van egy azonnalos intézkedés, akkor nagyon nagy probléma, hogy el kell menni még három utcával odébb, hogy szabályosan le tudjuk tenni. Mi kerékpár adott esetben feltoljuk a járdára, a sztenderre tesszük, és onnantól tudunk is intézkedni. A trendi biciklin fehér teniszpólós egyenruhában közlekedő járőr párosokat elsősorban a belvárosi részeken, a Bartók Béla út a Móricz Zsigmond körtér, az Allé és a Kosztolányi tér környékén vetik be. De gazdagrétre vagy az Andor utcába is eltekernek majd, túrakerékpárjuk ugyanis jól bírja a parkos, dombos terepet is. A közlekedési szabálysértések lefülelése és a hajléktalanokkal kapcsolatos intézkedések mellett fontos feladatuk lesz a kerékpársávok megtisztítása is. Négy kerékpáros zónánk van, és minden nap is szinte meg van határozva, hogy mely napokon, melyikekben leszünk. Elindulunk a Bartok Béla úton, és ami nagyon fontos egy kerékpáros számára, hogy védjük a kerékpárosokat is, a kerékpársávoknak a idézőjeles megtisztítása mint tudjuk, hogy nagyon sokan parkolnak, megállnak a kerékpársávúban, kevés a parkoló, elállják a kerékpársávúkat, és ez azért nagyon problémás, mert amikor a kerékpárosok kikerülik ezeket a kerékpársávon álló autókat, az baleset jelent a mögöttük a lévő autósok miatt. És ez nagyon pozitív fogadtatása volt ennek a kerékpárosok körében, akik ezt látva számtalan jöttek már az elmúlt napok alkalmával, és megköszönték, hogy intézkedünk ebben a dologban. Az új kezdeményezéssel a közterületfelügyeletnek cseppet sem a bírságolása célja, sokkal inkább az állampolgárok segítése. Ezért a legtöbb intézkedés csupán egy figyelmeztetésben merül ki.